már együtt néztük Hajdú Jánossal, a TEK főigazgatójával. Jó estét kívánok! Aki egyébként éjjel ért haza Franciaországból, közúton jött? Közúton. És azért jött közúton, mert jött haza azzal a konvojjal, a miniszterelnök autójával? Hát azért, mert azzal mentem. Tehát... Azt mondja meg nekem, hogy mi a csodának kellett egy autót elvinni Párizsba. Tehát Franciaországban nem lehet egy felső kategóriás autót bérelni. Nézze, ezek biztonsági kérdések elsősorban. Az, hogy milyen konvojjal és milyen autóval közlekedik a miniszterelnök, az a mindenkori biztonsági parancsnoknak a dolga. Például a miniszterelnöknek nincs hozzá sok köze. Tehát én... ezt akkor ön döntötte el, hogy persze, autót visz. Én vagy a beosztott, hogy maradjunk ebben, a jelen esetben nyilván az a kollega, aki a biztosítás parancsnoka volt. Oké, persze nem erre szeretnék fókuszálni. Nyilván Párizsban volt lehetősége az önhöz hasonló magas beosztású terrorelhárítókkal beszélni. Mi az ő véleményük arról részben, hogy a francia titkosszolgálat hogy kezelte ezt az egész ügyet, másrészt, hogy milyen lehetséges következményei folytatásai lehetnek az önök szakmáját tekintve? Pontosítanék, engedje meg, én nem ezért mentem Párizsba jelenleg. A miniszterelnök kért, hogy a delegációba vegyek részt. Csak hát Európa sok-sok vezetője ott volt, és gondolom a hasonló. Ennek örömmel eleget is tettem, de ez nem az a fórum, ahol szakmai egyeztető megbeszéléseket lehet folytatni. Rengeteg más ilyen fórum van az európai tagországokkal, és köztük mi is Magyarországgal, aki most már teljes jogú tagja az összes olyan szervezetnek, ami legális és európai területeket tömörít. Ezek titkosszolgálati, rendőri vonalon, formális, informális csoportok, tehát mindnek tagja a TEK, itt vannak azok az információcserék, amire ön gondol. Ugye Cseri Ferenc most itt az imént pontosan úgy fogalmazott, hogy kedvelt találkahely lehet Budapest, hogy tranzitország és nem célország. Egyrészt ezzel a minősítéssel egyetérte, másrészt előfordulhat-e az, hogy Magyarország célország lesz? Hát Cseri úr úgy fogalmazott, hogy nem lehet, hanem az. Ez engem egy picit meglepett, hogy ilyen információkkal rendelkezik, miért szerint kedvenc terroristáknak a találkozóhelye Budapest. Azért ezt ilyen bátran és merészen nem merném kimondani. Visszatérve a kérdés második része, ami szerintem izgalmasabb kérdés, hogy lehet-e célország Magyarország? Mennyire fenyegetett Magyarország ebből? Azt tudom mondani, még így jó pár nappal is, egyre több információ érkezik, jó pár nappal a párizsi merényletek után, hogy ezek a elkövetett, több sorozatból álló merénylet, ez nem érinti Magyarországot, továbbra sem érinti, nem kell biztonsági szintet növelnünk, miniszter úr nem döntött sem a rendőrség, sem a TEK részéről valamilyen szintű MRTF készenlétben, úgyhogy nem veszélyezteti a magyar lakosságot, továbbra sem ezt tudom mondani. Molnár Zsolt, a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke arról beszélt, hogy egyenesen, hogy Magyarország műveleti terület, akkor ez csacskaság? Én szerintem másra gondolhatott. Azt mondta, hogy a miniszterelnök nem fogalmazott meg új feladatokat, vagy nem jelölt ki ellátandó feladatokat ezzel kapcsolatban. Valóban nem érzik úgy, hogy a terrorveszély emelkedett volna akár egy jottányit is Magyarországon? Nem gondolom, hogy a párizsi események kapcsán emelkedett. És ugye most ennek a fókuszában vizsgáljuk Magyarország biztonsági helyzetét, de eltekinthetünk a párizsi eseményektől is. Nincs jelenleg semmi olyan információ a szolgálatok birtokában, amikor mi azt mondjuk rendvédelmi vezetők, valamely terület vezetői, hogy nincs terrorveszély, nincs terrorfenyegetettség Magyarországon, az egyetlen egy dologra alapozzuk, az információra. És ez nem jelenti soha azt, hogy holnap nem következhet be Budapesten vagy bárhol máshol terrorcselekmény. Jelenleg a szolgálatok birtokában olyan információ, mert arra utal, valaki készül, csoportok szervezkednek, fegyverkeznek, megfenyegettek valakit, reális fenyegetés, ilyen nincs. Mondja, hogyha mondjuk holnap a Magyar Nemzet, a Népszabadság közzé tenné azokat a karikatúrákat, ami miatt ugye a Charlie Hebdo szerkesztőségét támadás érni. Akkor például mit csinálnának önök? Ez egy fikció. De mindenféleképp óvatosságra intelem az újságírókat. Én azt gondolom, hogy a sajtószabadság az egyik legfontosabb demokratikus alapelvünk. Ezt mindenki majd saját maga eldönti, hogy mit ír, mit rajzol, és mit tesz. De ebben nyilván kellő óvatossággal kell járni, de ezt önök tudják pontosan, hogy hogy kell csinálni. Én azt gondolom, ez az önök szakma, és ezt ők nagyon jó felelősséggel fogják végrehajtani. A java még hátra van, ezt ma a temetések idején üzente meg az Al-Qaida. Mennyire életszerűnek tartja azt, hogyha ők komolyan készülnek valamire, akkor ezt bejelentik? Mert ugye nekem laikusnak egy ilyen fenyegetés vérfagyasztóan hangzik. Hát nézze, a fenyegetések azok nem a párizsi események kapcsán keletkeztek. Az elmúlt 10 évben, amióta aktívabb a terrorcselekmény Európában és szerte a világon. Több mint 10 éve.
azóta folyamatos fenyegetések érkeznek a világ összes országa. Az nyilván a vezető országokhoz elsősorban. Rengeteg európai országot is fenyegettek meg. És a nagyobb szolgálatok, lásd Németország, Britannia, Francia, rengeteg merényletet hiúsított meg. Ebben mi is kivettük a magunk részét egy-két évvel ezelőtt egy ilyen sikeresebb műveletben. Én azt gondolom, csak nyilván kisebbek a számok, és ezáltal kisebbek az elkövetési magatartás számok is. De komolyan kell venni. Illik elemezni a fenyegetésnek a forrását, és utána nyilván megfelelő lépéseket meg kell tenni adott országoknak a vezetőinek, politikusoknak és rendvédelmi vezetőinek. Továbbra is jó döntésnek tartja-e azt, hogy annak idején ugye a rendőrséget és a terrorelhárítást külön választották és felállították az önök szervezetét? Tehát, hogy nem lenne érdemes megint a készenléti rendőrség keretein belül foglalkozni például ezzel? Én nem lépnék vissza semmi szín alatt. Tehát mindenféleképp előrelépésnek minősítem azt a belügyminiszteri döntést, ami alapján a területesi központot felállították, és azt gondolom ma józan ésszel gondolkodó ember ezt csak jó döntésnek élheti meg. Beszélhetünk arról, hogy... De miért? Mert az ember azt gondolná, hogy ilyenkor az erőket koncentrálni kell, és nem szétforgácsolni. Ezt tesszük. Ennél koncentráltabb terrorelhárítási egység kevés van Európában. Az európai terrorellenes koordinátornak a helyettese Budapesten járt. Nem én, ő fogalmazott úgy, hogy nagyon kívánatos lenne ma Európában az összes terrorelhárítási egységet a TEC-nek a mintájára átreformálni. Ezt mondta egy belga állampolgárságú ember, aki a terrorelhárítással foglalkozik, az európai koordinátor helyettese. Ennél koncentráltabb nincs. A négy fal között történik minden, ami terrorelhárítás. A 2010-et megelőző időkben ez 4-5 helyre volt forgácsolva, adott esetben más minisztériumokba. Ha elment valaki egy delegációval külföldre, akkor és megszólították, ott kapott egyfajta terrorellenes információt, hazahozta, és jó magában is tartotta. Tehát semmilyen koordináció nem volt az egységek között, se végrehajtó, se rendőr, se titkosszolgálati szinten, hagyd ne utaljak vissza a 2010-et megelőző nagyon súlyos bűncselekményekre. Ez a koncentrált belső megfigyelés, ez például milyen körökre terjed ki? Konkrétan fogom kérdezni, tehát például a magyar iszlám közösséget figyelik-e? Kiemelte. Hát nézze, nagyon furcsa lenne, hogyha én erre igen vagy nem választ adnék önnek, hogy kit figyelünk és kit nem figyelünk. Én azt gondolom, hogy minden olyan csoportosulást, csoportot, szemét megpróbálunk látókörbe vonni, akinek olyan szándékai vannak, hogy embereket ölve szándékozik az elveit érvényre juttatni. És szerintem ne beszéljünk a magyar iszlám közösségről, egy nagyon tisztességes csoportról van szó, tehát azért maradjunk ebbe. De bármilyen más szélsőséges csoport, ami megjelenik Magyarországon, az a TEC látókörében van. Felállítottunk egy olyan osztályt, aki az internetes figyelést végzi. Megpróbálunk minden egyes olyan úgynevezett magányos elkövetői kategóriába tartozó szemét belőni, aki képes lehet egy cselekménynek a tervezésére, a kivitelezésére, akár a politikai bántottsága miatt, szélsőséges politikai, a vallási, a zavarodott állapota miatt. Ezeket megpróbáljuk feltérképezni. Főigazgató úr, záró kérdés, egy 100-as skálán hova tenni a magyarországi biztonságot? Az átlag biztonságra gondol nyilván. Tehát arra, hogy itt az elkövetkező hetekben, hónapokban nem történik semmi olyan, ami miatt aggódnunk kellene. Ezt soha nem mondhatom önnek. Ezt továbbra is engedje meg. Tehát 100 sose lesz. 100 soha nem lesz, de nem is lehet. Sehol a világon, ahol lényegesen nagyobb büdzsével dolgoznak, nagyobb felderítéssel, nagyobb felkészültséggel, nagyobb fenyegetettséggel, ami nyilván vonzza mindezeket. Nem tudunk minden egyes magyar állampolgár mellett. Tehát Magyarországon biztonság van jelenleg, ezt ki lehet jelenteni. A terrorfenyegetettség szintje nem nőtt. A magyar emberek ebből a szempontból a mi információink szerint, és itt engedje meg a többi szolgált információt, és amit megkapok minden nap, mondhassam, nincs semmilyen információ, ami fenyegetne a magyarokat jelenleg ma, így este 8 óra körül. Ezt tudom mondani. Maradjon is így. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen.